Szeretettel köszöntöm kedves megjelent barátainkat, sporttársainkat Gyulai György halálának 35. évfordulója alkalmából megrendezendő megemlékezése. Felkérem Miklós László barátunkat, hogy tartsa meg megemlékezését. Kedves bajtársak, barátaim, mementó, emlékezzél. Emlékezzünk egy tanítónkra, sporttársunkra, barátunkra, Gyulai Györgyre. 35 évvel ezelőtt ragadott el tőlünk, növendékeitől, sporttársaitól, mindenkitől, aki tisztelte és szerette a könyörtelen halál. Szomorú szívvel állunk itt most, kedves barátunk, földi maradványait fedő sír előtt, hogy felejthetetlen emlékének eképpen adózzunk. 35 év telt el, és mi egykori sporttársai és barátai, akik most e sír körül meghatottan állva, könnyes szemmel, lehajtott fejjel emlékezünk, valamennyien egy kissé megöregettünk. Ha visszagondolunk rá, lelki szemeink előtt mindig az a fiatal, jókedvű Gyurikánk jelenik meg. És halljuk, mintha odafentről szólna hozzánk kedves pajkos mosolyával. Sajnos ez van, gyerekek. Ne szomorkodjatok. Ugye az élet nem állt meg. Ugorjatok, repüljetek. Élvezzétek a levegőtenger csodálatos szépségeit, a szárnyalás magasztos érzését, a felhők felett kitáruló kék eget, a szélvés sebes zuhanás örömét, a lobbanó kupola jellegzetes illatát, a lágy földet érést. Csak vigyázzatok, mert a gonosz, a sátán sokszor köztünk van. Igen, Gyulai György arab természete a vidámság volt. Született pedagógus, univerzális sportember és összetlen jó barát tudott lenni, s ezért valamennyünk példaképe lett. Ez a nagyszerű ember életed elén alig túl a 30-szor tragikus körülmény áldozatává vált. Áldozat a legszorosabb értelembe véve is, mert hit az emberekben, a sporttársaiban. Egyszer, sajnos utoljára, egy nagyon nagy hibát követett el. Azt, hogy nem nézte meg jól, hogy kire bízza az életét. Ennek a szörnyű, kegyetlen októberi napnak története valamennyiünk lelkébe mély nyomot hagyott. Az igazság, a valóság, bár egyesek igyekeztek átértékelni, tudatunkba él és élni fog mindörökké. Az igazság soha nem évül el. Ez a sír itt a farkasréti temetőbe, a volt és jelen ejtő ernyőseninek mindenkori szent helye volt és marad is. Ide zarándokolni jöttünk mindig, valahányszor erre jártunk, magányosan vagy csoportban. Ezért azt a fájdalmas eseményt elmondani, elemezni, itt és most szentségtörés lenne. Ez nem egy szent helyhez illő. Gyulai György életútja nem volt rózsákkal kirakott út, de minden megpróbáltatáson, akadályon keresztül segítette optimizmusa, erős akarata. A maga elé tűzött célokat előbb vagy utóbb elérte.
Szekszárdra indult el, és a főváros adott otthont nemes céljai megvalósításához. Elvégezte a testnevelési főiskolát, s eközben születő új sportág az ejternyőzés lelkes híve lett. Lelkesedése az új sport iránt határtalan volt. Rövid idő alatt szerzett tapasztalat a rutinja révén, a sportág egyik legjobb oktatója és sportolójává vált. Főállásba kerülve, mint oktató, minden igyekezetével, szaktudásával és tapasztalatával segítette az ejtelnyes mozgalom kibontakozását. Már a kezdeti időbe felismerte az ejtőernyős ugrás szépségeiben rejlő veszélyeket is, ezért szigorúan elítélte egyesek szokásossá váló vagányságát, az esztelen túlzuhanásokat. Azon fáradozott, hogy néhány testnevelő társával együtt, hogy az ejtőernyős mozgalom, mely a kezdeti időszakban csak magába az ugrások gyakorlásába nyilvánult meg, egészséges sportmozgalommá alakuljon át. Közösen elkészítettek egy sport, egy versenyzési rendszert. Szabályokat állítottak fel annak érdekében, hogy az ejtelnyős ugrás minél céltudatosabb, minél veszélytelenebb legyen. Az, hogy ma 35 év után hatalmas mértékben fejlődő ejtelnyős sport megvalósulhatott, köszönettel kell adóznunk mindazoknak, kik előttünk az alapokat hosszas erőfeszítés árán lerakták. Gyulai György fáradozását, új út keresését nem egyszer akadályozták azok a szövetségi vezetők, akik különösebb szaktudás nélkül csupán rendfokozat és párthűség alapján kerültek az ejtelenes kiképzés élére. Ennek tanúbizonsága volt 1958-as nemzeti bajnokság, melyet a versenyzők nagy százaléka bojkotálni kényszerült. Gyulai György nem volt politikus. Az 1956-os forradalomba tette, amit kellett. Tudta, hova kell állni, s természetes, mindezért nem járt neki a ságvári emlékére. A forradalom leverése után megtűrték ugyan, mert szaktudására, kiváló sportolói tapasztalataira szükség volt. Mint klubtag, hivatali munkája mellett a Postás Repülőklub ejtelnyős sportolóit nevelte nagy szeretettel. Őt magát, mint versenyzőt az ország legkiválóbb, legeredményesebb sportolójának ismerte mindenki. Példakép volt és legyen ma is minden a magyar ejtőernyősnek. Amikor végre a Magyar Központi Klub munkatársa s egybe kinevezett válogatott keret edzője lett, fellélegzett az ejtőernyősök tábora. Végre megfelelő ember került, kezébe került az ejtőernyős versenysport irányítása. Hivatalból tagja lett az FAI ejtelnyős szekciójának, mely szaktekintélyét nemzetközi szinten is növelte. Ezt követően már nem csak a szovjet, hanem a legjobb nyugati országok technikáját és tapasztalait is fel tudta használni a magyar ejtelnyős sport eredményesebb tételéhez. Áldozatos munkája megmutatkozott a válogatott keretünk felkészültségében, eredményességében. Népszerűsége vár kerülte a reflektorfényt, az ország minden területén tapasztalható volt. Gyulai György neve és az ejtőernyőzés fogalma egyet jelentett. Nem volt véletlen, hogy 1961-ben a Színművészeti Főiskola megkereste és segítségét kérte egy vizsgafilm régi felvételeinek elkészítéséhez. Gyulai György örömmel vállalta a nem mindennapi feladatot. Kiválasztotta a közreműködő ejtelnyőstábot,
majd részletes eligazítást követően a budaörsi repülőtérről magasba emelkedett az A2-es. Gyurka egyedüli módon kézbefogott Ariflex felvelőgéppel vállalta a zuhanás közbeni filmezést. Az ugrás megtörtént, de a tervezett felvétel nem sikerült. A második ugrás előtt, okulva az előzőből, még precízebb eligazítás volt a zuhanási idő, illetve a biztonságos nyitási magasságokat illetően. És újra magasba emelkedett a gép. Kedves bajtársak, barátaim! 35 év után is torkomba ver a szívem, kimondani is nehéz, hogy mit éreztünk. Az ugrás ugyan megtörtént, és mint ahogy később kiderült, a filmfelvétel is sikerült. Drága barátunk, Gyurikánk már nem mosolygott többé. Nem tengette gitárját a készülő film kedves kis kísérő zenéjének taklamát. Mélységes, kimondhatatlan fájdalommal kellett tudomásul vennünk, hogy az az ember, akit rajongásig tiszteltünk és szerettünk, nincs többé. Mondhatom azt, hogy országos gyár kísérte halálhírét. Temetésére, melyre összegyűlt az ország szinte valamennyi sportképviselete, katonák, ejtőernyősök, barátok, rokonok, az ő megillető szertartással zajlott le. Gyulai Gyurka tragikus halála kimondhatatlan veszteséget jelentett a magyar ejtőernyős sport életbe. Olyan egyéniség volt ő, kit pótolni egyáltalán nem, helyettesíteni is csak nagyon nehezen lehetett. Próbáltuk azt az utat követni, melyet kirakott, kijelölt életébe, de ő nélküle csak kisebb-nagyobb sikerekhez jutottunk el. Emlékét, míg tevékenykedett, az ő generációja, tanítványai, oktatótársai, igyekeztünk az utókor számára is elmélyíteni. Sajnos az idő múlásával ezek elmaradtak a gyulai emlékversenyek. Talán már másképpen hívják a gyulai HS-ét és a szekszárdi gyulai repülőklubot is. 35 év alatt teljesen új generáció nőtt fel. Új oktatók, új növendékek születtek. Nekik ismeretlen a gyulai név és a vele kapcsolatos sporttörténelem. Talán nekünk, még élőknek kellene tudatukba juttatni az ejtőernyőzés magyar vonatkozású nagyjainak nevét, kiemelve Gyulai György nagyságát és szellemiségét. Az, hogy most itt vagyunk, s újra közösen emlékezünk, remélhetőleg egy új egészséges szellem beköszöntését üdvözölhetjük. Öreg és ifjú barátaim nevébe is köszönetemet fejezem ki a szervezőknek, akik Gyulai György elévülhetetlen emlékének adózva a szunnyadó tüzet felélesztve ide jutott bennünket egy mementóra. Drága Gyurkánk, nyugodjon békébe, nem hagyjuk emlékét elhomályosítani. Most felkérem Bot Lajos barátunkat, hogy tartsa meg megemlékezését Gyulai György sporttársunk sírjánál. Hölgyeim, uraim, milyen tisztelt ejtőernyős barátaim! Emlékezni és tisztelegni jöttünk össze ebbe az évszázados temetőbe, ahol sajnos több barátunk és sporttársunk nyugszik. Alusszák örök álmokat, maguk mögött hagyva egy életpályát,
ami vagy beteljesedett, vagy a kiszámíthatatlan sors ketté törte. Gyulai György barátunk, sportársunk sírjához eljöttünk, pályatársak, tanítványok, tisztelők. Eljöttünk azért, hogy egy kettőtört pálya immár 35. esztendejére emlékezzünk. Talán azok közül, akik majd tisztelgünk, némelyikünknek, némelyeknek a következő kerekéfordulók már nagyon messze lesznek. Ezért vagyunk itt és most. Ebben az ellentmondásos és zaklatott világban nagyon hamar felejtünk. Felejtenek emberek, barátok, és felejt egy csodálatosnak hitt valami, amit úgy hívnak, hogy ejtőernyőzés. Megkövetjük magunkat. Szólok most itt azok nevében, akik annak idején bontogattuk szárnyainkat, kezdtük a munkát hittel és becsülettel, úgy, ahogy Gyulai György művelte. Amit elkezdett, nem tudta befejezni. De meg tudtuk tanulni pályatársaitól, barátaitól, emlékeitől a hitet, a hitvallást, mert a csillát sikerült elültetnie. Talán jól sáfárkodtunk, talán nem. Majd az utókor eldönti. Az az utókor, ahol majdnem, hogy feledésben merült egy név, akinek szelleme áthatotta egy egész ország, majdnem, hogy minden ejtőernyősének szívét. Tisztelegjünk együtt Gyulai György sírjánál, személyének, egyéniségének. Tisztelegjünk egymással és egymásért, addig, amíg átélhetjük és érezhetjük a bátorság igazi örömét. Felkérem Fülöp Tibor barátunkat, hogy szintén tartsa meg megemlékezését. Halálos tévedés, végzetes küldetés. In memoriam Gyulai György, az ejtőernyőugrás vezéregyenisége. A Top Gun című lap Simon László tollából a tragikus sorsú Hüsekároly sportpályafutásáról publikált anyagban felidézi az azonos sorsú Gyulai György emlékét, mint a magyar ejtőernyőzés vezéregyéniségét. Az emlékezés annál is inkább időszerű, mivel 35 éve annak, hogy Gyurka ejtőernyős feladata teljesítése közben tragikus hirtelességgel elhalálozott, lezuhant. A lelkiismeretem az diktálja, hogy elmondjam Gyulai György nevét, hírét, az ejtőernyős sportban elért eredményeit még ma is jól ismerik, a neve fogalom volt, most legenda. Borzasztó erről beszélni, még borzasztóbb erről nem beszélni. Az ejtőernyőzés olyan mesterség, ahol többször próbálkozhatsz, de egyszer sem tévedhetsz. Gyurka 697-szer próbálkozott és ez egyszer tévedett, noha mindig arra tanították, hogy a személyes veszedelem nem akadályozhatja meg a kötelesség teljesítésében. A jubileumok, kerek számok, a piros színnel jelölt napok kötelezettséggel járnak, az én kötelességem most az, hogy Gyulai Györgyre emlékezzek. A következő véresen komoly történetnek nem csak a befejezésében, hanem a koreográfiájában is van valami drámai, a cselekmény látszólag egyszerű konfliktusa, mint nagyon bogyanalomán növekedvén haladt a végkifejlet felé. Arra nem emlékszem pontosan, hogy Gyurkát mikor ismertem meg, a lényegen nem változtat, legfeljebb a szava hírhetőségem nincs kellőképpen alátámasztva, azt azonban tudom, hogy amikor megismertem, ő már nagy ejtőernyős volt. Nem csak nekem, a kezdő ejtőernyő szemébe volt nagy, mások is felnéztek rá, a szerénysége, a másokkal szemben tanúsított emberséges magatartása és az általa elért sporteredmények tették őt nagyjá a magyar ejtőernyőzés vezéregyéniségévé. Gyulai György neve összeforrt a magyar ejtőernyősport születésével, fejlődésével és nemzetközi szereplésével. 16 évesen jelentkezik ejtőernyősnek, az első hazai ejtőernyős kör alapító tagja, később hivatásos ejtőernyős lesz. Testnevelő tanári diplomával a kezében a legrátermettebb, a leghozzáértőbb pedagógusra bízzák a kibontakozó magyar ejtőernyősport irányítását. Akik tették, jól választottak.
Az ejtergyőzésben elért eredmények Gyulai György nevével fémjelezve ma is helytállóak. Azt az időszakot éljük, amikor a célkereszt közepében van a történés, a stílusugrás fejlődését pedig másodpercekben mérik. Gyurka egyszerre volt tanító, tanítvány és mestere az ejtergyőzésnek, példaképpen minden fiatal ejtergyősnek. A pedagógiai adottságai tették őt hivatása nevelőjévé, mindannyiunk példaképévé. Személyében a magyar ejtenyős válogatott keret legeredményesebb edzőjét és válogatott versenyzőjét tisztelhetjük. Az első között kapja meg a Magyar Népköztársaság érdemes, majd kiváló ejtenyős sportolója megtisztelő kitüntetést, melyet csak azoknak adományoztak, akik az ejtenyős sportban kiemelkedőt nyújtottak. Gyulai György életútját megfilmesítették, utcát neveztek el róla, a Szekszárdi Repülőklub és a Honvéd Sportegyesület Gyulai György nevével fémjelezve működött hosszú időn át. Neve megtalálható a repülési lexikonban is. Rendkívül népszerű ember, a köz bizalmát, megbecsülését élvezi, mindenki szereti és tiszteli a nagy tanítót, a hazai ejtenőzés kimagosló egyéniségét, úttörőjét. Több hazai és nemzetközi versenyen ért el helyezést, állt a dobogó legmagasabb fokán, kiemelkedőt nyújtva 1958-ban a 4. ejtenyős világbajnokságon, ahol az egyéni célbaugrásban második helyen végzett, milliméterekkel elmaradva a világbajnoki dobogót jelentő első helyezéstől. 3 világbajnokságon, 3., 4. és az 5. vett részt, mint versenyző, öregbítve az akkor még csak kupoláit bontogató hazai ejtenyőzés hírnevét. Gyulai György hazánk, akkor legtöbb ugrással rendelkező ejtenyőse, többszörös magyar bajnok, stílusugrásban 1957 és 1960, egyéni összetett ugrásban 1955, 1957 és 1960-ban többszörös rekorder, világsúcstartó. 14 egyéni és csoportos, nappali, éjszakai, magassági rekordugrás résztvevője, szervezője és kezdeményezője. 1961. október 17-én az élete befejező napján utolsó ugrásával is az ügyet szolgálta, amikor filmfelvétellel akart maradandót alkotni. Gyurka mindent meg akart mutatni, ami az ejtenyőzésben szép, elmerült a munkájában, és közben a saját életére nem vigyázott. A pillanatnyi késedelem jóvá tehetetlen tragédiát okozott. A későn nyitott ejtenyő már nem biztosította használója testi épségét, annak balesetmentes földetérését. Gyors hírként számoltak be a hírközlő szervek a kiváló sportember haláláról, a tragédia híre az ország határain is túljutott, még a Dél-Afrikai Köztársaság sajtója is tudatta Gyulai György tragikus ejtenyős ugrását. 1961. október 24-én több mint 3000-en kísérték utolsó útjára, helyezték örök nyugalomra a farkasléti temetőben. A halála előtt egy héttel, Gyurkára a jellemző szerénységgel, szűk baráti körben ünnepelte meg születése napját, élt 33 évet. Máig égő fájdalom ez. De hát mi is történt valójában, miért kellett meghalnia a Gyulai Györgynek, fiatalon, értelmetlenül a pótolhatatlant, a legdrágábbat adnia. Nem kívánom a történteket feleleveníteni, a végeredmény mindenki előtt ismert, baj van csak adat számomra megnyugvást, hogy többen megkérdezték tőlem, Kastélyt is meghívod? Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a történteket sokan ismerik. Mint ahogy az lenni szokott, az öregebb ejtenyősök elfogytak, kiöregedtek, a nyilvánosság ereje meggyöngült. Gyurka halálát követő években a Postás Repülő és Ejtenyős Klub, melynek a tagja volt, többször is megrendezte a nevével fémjelzett emlékversenyt. Az idő múlásával azonban ők és mások egyaránt megfeledkeztek róla, a fiatalabbak nem, vagy kevésbé ismerik, erről pedig mi, a kortársak tehetünk, és mint a példa bizonyítja, teszünk is. Jövőképünk még nincs, de bizonyosan lesz. Gyulai György elévülhetetlen érdeme a hazai sportejtenőzés alapjainak megteremtése, nagyon is céltudatos lerakása. A gyűjteményemben kutatva nézegetem a 35 évvel korábbi újságokat, a baleseti jelentést, a fényképeket, a gyászszertartás emlékeit, keresem, kutatom az okát, nem találom elfogadható magyarázatát, miszerint csak Gyulai Gyurka hibázott volna,
ő nagyon is drágán megfizetett érte, a lehető legdrágábban. Fehér felhők úsznak az égen, a szél pedig sohasem fordul, hogy tanúként visszatérjen. Olvasgatom az akkori szem és mai koronatanúk nyilatkozatát, a tanúk egy része már nem él, halott. Pintér János repülőgépvezető Gyurka gépének pilótája 1975. szeptember 30-án a Malév 254-es típusú repülőgépének kapitányaként repülőbaleset áldozata lesz, nevére a Farkasréti temető jelképes sírja emlékeztet, örök álmát a földközi tenger hullámsírja vigyázza. Fejes Péter repülőgépvezető, tanú, Malév katasztrófa áldozata lett, a Farkasréti temetőben nyugszik. Pál Zoltán őrnagy, a budaörsi repülőtér akkori parancsnoka nyugdíjasként rákbetegségben hunyt el, a kerepestarsai temetőben nyugszik. Binder Lajos egykori kiváló ejtenős, az Ugrács részvevője, Palattomos ugyancsak rákbetegségben hunyt el. Drága Gyurka és a többi jó barát, béke poraitokra, öleljen kedvére az anyaföld, őrizze álmotokat, nyugodjatok békében. Végezetül megköszönöm mindazoknak a segítségét, akik önzetlen munkájukkal és jelenlétükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a 35. évforduló alkalmából a koszorúzási ünnepség létrejöhessen. A Gyulai családnak, Bot Lajos, Halmai József és Novokrestenszkov Tamás uraknak, a Magyar Repülőszövetségnek, a Magyar Veterán Repülők Egyesületének, a Magyar Veterán Repülők Egyesülete Székesfehérvári Ejtenyős Szervezetének, a Magyar Ejtenyősök Bajtársi Szövetsége Veszprém, Pápa, Szolnok és Pécsi területi szervezeteinek, az egykori pápai ejtenyősöknek és a tragikus délvidéki bevetés túlélőinek, Nagy György Ferencnének és Novákné Papannának, barátoknak, sporttársaknak és minden tisztelt résztvevőnek, akik a kegyeleti megemlékezés koszorúit és virágait Gyulai György síremlékén elhelyezik. A megemlékezést jelenlétükkel megtisztelték. A Magyar Repülőszövetség nevében dr. Hegedűs Dezső főtitkár helyezett köszönjük. A volt postás repülőgyűjt, jelenleg Matád repülőgyűjt nevében, Bolla Mária, Novákné Papanna és Berke Aladár helyezel koszorút. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége Balkó Gyula tagszervezet Veszprémi csoportjától Látos Sándor, Fenyvesi Gyula, Simon László helyeznek el koszorút. Fülöp Tibor és Fülöp Tiborné helyeznek el koszorút. Megkérem a továbbiakban megjelenteket, hogy helyezzék el virágjaikat, illetve koszorúikat a sírnál. Köszönöm szépen!
Megköszönöm a koszorút és a virágok elhelyezését. Most pedig hallgassuk meg közösen Gyulay György barátunk emlékére készült és félne maradt filmjének kísérő zenéjét és betét dalát. Holosi Lajos, Holosi Laja bácsi, érdemes ejtőernyős. Élete során 648 ejtőernyős hajtott végre, ugrott 75 méterről, légzőkészülék nélkül 5300 méterről, magassági rekordot 6270 méterről. Éjszakai, vízi és bemutató ugrásokat végzett. Minden megnyilvánulásával az ejtőernyősportot népszerűsítette. Élete egybefonódott
hazánk ejtőernyő sportjának a II. Világháború utáni fejlődésével. Az ejtőernyőzés fáradhatatlan munkatársa volt. 1937-ben vitorlázó repülőként kezdte. A világháborút hajózó rádiósként harcolta végig. 1949-ben a Magyar Szabadságharcra Szövetségben dolgozott, mint nevelőtiszt. Amikor megkezdődött a szervezett ejtőernyős képzés, ő már tanította azt a sportot, aminek kezdetben még csak elméletét ismerte jobban, mint gyakorlatát. 1956-ban hazafias nézetei miatt elbocsátották. Az ejtőernyőzés mellett csalódásai ellenére élete végéig kitartott. A Sejem szárnyakon című nagy sikerű ejtőernyős könyv társszerzője. Halálakkor a 9. kerületi ejtőernyős klub titkára volt. Életét, munkásságát számos kitüntetés fémjelezte. Mégis azokra volt büszkébb, és a legbüszkébb, amelyeket az ejtőernyős érdemei megbecsüléseként kapott. Tisztelettel adózunk Hollósi Lajos bácsi, barátunk emlékének. A 9. kerületi ejtőernyős klub helyezi el a koszorúját Moszkál Péter úr és Géczi János utódok. A magyar ejtőernyősök nevében hadd helyezem el koszorunkat. Felirat rajta, tisztelettel emlékezünk a magyar ejtőernyősök. Aki hozott virágszálat, virágot. Kérem, hogy Család nevében Zsuzsika leánya helyezte el a koszorúját egyébként. Innen átmennénk a szomszéd sírba Pintér János repülőgépvezető barátunk, sportársunknál egy rövid megemlékezésre. Tartsa meg barátjánál, kollégájánál, Pintér János repülőgépvezető sírjánál megemlékezését. Szomorú szívvel hajtom meg fejem a Magyar Légiközlekedési Részvénytársaság és a Malév Repülőklub nevébe Pintér János 254-es oktatókapitány és személyzete repülő halált halt emlékműve előtt. 21 éve egy délután nem tudtátok, hogy utoljára hangzott el a fedélzeten, hogy Pintér János kapitány és személyzete üdvözli az utasait. Utoljára hangzott el, hölgyeim és uraim, itt az önök kapitánya beszél. Ti repültetek, teljesítettétek kötelességteket, te oktattál. Két olyan nagyszerű társadat, mint mindnyájunk által szeretett Mohovics kapitány, aki nekünk csak Mohovics Árpi és a Kvaszkarcsit, a Kaszibát. Repültetek egy forrongó, vészterhes világba, egy gyönyörű országba, ahol még azóta sincs béke az olajfák alatt.
Már láttátok a várost, talán már lassan a jól végzett munka örömét éreztétek, valószínű elhangzott, hogy Pintér János kapitány és személyzete nevébe búcsúzunk az utasoktól, és reméljük jól érezték magukat, és viszont látjuk egy másik malévjárat fedélzetén. És az egy-két hitelt talán érdemlő szemtanú szerint egy nagy fénylő fellobbanás. Vajon tudtátok-e, mi történt? Vajon milyen titkokat vittetek magatokkal a földközi tenger hullám sírjába, ahol testetek örökké pihenni fog, mert ez az obeliszk, az emlékmű csak az emléketeket őrzi. 21 év, Pintér Jancsi, 21 éves születésnapodat ünnepeltük egy MRS táborban, egy szál cigánnyal, madocsán, vidáman, énekszóval, fiatalom, mert dalolni nagyon szerettél. Én igazán ott ismertelek meg, abban az egy hónapban, amit együtt töltöttünk, csodáltam tisztességedet, az igazsághoz való ragaszkodásod, azt az akkori korban igazán talán veszélyt is jelentő kiállásodat még a hatalommal, vagy talán a hatalmasságokkal szemben is. Pályafutásod is olyan nagy fellobbanás volt, mint halálod, olyan ellenmi elővel törtél be nagy tehetségeddel a repülésbe. Oktató lettél, igazán oktató bajtárs. Tanítottad a repülést, fogtad a növendékek kezét, át tudtad adni nekik soha nem nagyképűen, türelmetlenül a repülés szeretetét, nagyszerűségét, biztonságát. 21 év, egy pár lassan elmosódó fénykép, egy pár fakuló emlék. Milyen kevesen maradtunk, akik azt mondhatjuk, hogy talán jó barátok voltunk. Akik még emlékezünk az igen szép, de mégis küzdelmes pályakezdésre, az MRS-be, majd a későbbi repülő szövetségbe végzett munkánkra, örömeinkre. Nevedhez is fűződik a gödöllői ejtőernyős bázis megteremtése, mely azóta is működik, azóta sem felejtettek, és igazán nagy eredményeket értek el. 21 éves voltál, és 21 év telt el halálod óta, és mostanság alig múlt volna a harmadik 21 az életkorod. Hárman kerültetek hosszú bezártság után a Malévhoz pilótának, és milyen szomorú, hogy már egyik őtök sem él. Varga Imre, Lánc Tibor és Pintér János, három nagyszerű ember. A te pályád meredeken ívelt, rövidesen szinte az elsők között 234-es kapitány, majd 254-es kapitány oktató, de csak szerényen a szakma iránti alázattal oktattad társaidat, és maradtál mindig az az igazságmondó kis juhász. Azt hiszem ezért szerettünk, tiszteltünk, ezért fáj talán még jobban is, értelmetlen halálod. Jó lenne tudni, hogy ott fent valahol nagyon-nagyon magasan, fönt a felhők között, ott van egy Pintér Jancsi repülőoktató, hogy amikor hosszú-hosszú kondenszsíkot húzva repülünk, ő épp olyan féltő gonddal vigyáz ránk, óv bennünket, mint tette azt rövid pályafutása alatt. 21 év, Pintér kapitány, kicsit sem sejtettük ott madocsány, hogy ki milyen pályát fut be. Most valóban szomorú szívvel hajtjuk meg fejünket emléked előtt. Még emlékszünk rád, még sokáig nem felejtünk, mert igazán csak azok halnak meg, akiket elfelejtenek. Én most a magam nevében is fejet hajtok emléked előtt, úgy érzem megtisztelő a számomra, hogy pályatársad, hogy barátod lehettem. Pintér János repülőgépvezető barátunk sírjánál Grabczer Károly és Bot Lajos barátunk helyezett el koszorút. A magyar ejtőernyősök nevében Miklós László barátunk helyez el koszorút.
tájékoztatunk, innen átvonulunk, Maradék András egykönyös barátunk sírjához, aki a Tüntér János barátunk sírjához esetett a szár virágra köszönjük hozzájárul. Ki tudja a bandolat? Samu Feri. Feri, ez lesz a bandolat. Igen, kérlek. Odaadom. Kedves megjelentek, Haredi András barátunk sírjánál Samu Ferenc mond megemlékezést. Kedves barátaink, kedves sporttársaink, álljunk meg egy percre, itt van nyugalomba helyezve Haredi András hamvai. Haredi András sportoló ejtőnyős pályafutása megteremtette számunkra lehetőséget, hogy hazánkban tömeges ejtőernyőzés folyjon. Ránk, sportolókra külön is gondossággal, atyaisággal figyelt több mint 15 éven át. Mint alosztályvezető biztosította a lehetőséget, hogy világbajnokságok élvonalába felzárkózzunk. Jutalomként nemzetközi elismerést, Leonardo da Vinci diplomát és az ejtőnyős világbajnokság megrendezésének jogát nyerte el. Úttörő munkát végzett a bemutató ejtőnyőzés területén is, hiszen ebben látta a sportunk megszerettetését, tömegesítését. Idézni szeretnék a repülésből Haredi András 1931-ben született nyugdíjas, nyugalmazott alezredes Leonardo da Vinci diplomás ejtőernyős. 1952-ben Székesfehérváron teljesít katonai szolgálatot, itt ismerkedik meg az ejtőernyőzéssel, Börgöndre kerül csapatrepülő ezred ejtőernyős kiképzés vezetője lesz. 1958-ban az MHS-hez vezénylik, 1962-ben kinevezik az Magyar Honvédelmi Szövetség Országos Központ ejtőernyős alosztályának vezetőjévé, melyet 1975-ig tölt be. Közben elvégzi testnevelési főiskolát, sporteredményeit hosszú évek fáradhatatlan sportvezetői munkásságával ötvözi. Több ejtőnyös világbajnokságon vesz részt, mint versenyző, versenybíró, illetve zsűritag. A CIP-ben, a Nemzetközi Ejtőnyös Szövetségben hazánkat 12 éven át képviselte. Kiemelkedő rekordjai mellett ki kell emelni 8070 méterről, valamint párduc repülőgépből legelsőként végrehajtott ugrását. A CIP munkásságát nagyra értékelte, és legmagasabb nemzetközi elismeréssel, Leonardo da Vinci diplomával jutalmazta. Úgy tudom, ez volt a harmadik kiadott diploma. Ilyen.
felfelé ívelő pályáját megromlott egészsége törik derékba, fiatalon nyugdíjba kényszerül, halálát 51 éves korban szívinfarktus okozta. Aradi András, tanítunk, barátunk, ráemlékezünk tisztelettel, magyar ejtőernyősök. Köszönöm. Aradi András barátunk sírjánál koszorút, illetve virágot helyezett el Csabai István és Samu Ferenc. Kérem a kedves megjelenteket, hogy helyezzék el virágaikat és koszorúikat a Aradi András sírján. Kedves megjelentek! Kelemen Károly százados és Bene László százados sírjánál beszédet mond Székely Sándor túlélő. Tisztelt emlékezők, hölgyeim, uraim, kedves bajtársak! Nekem nagyon nehéz erről a két hősi halottról beszélni, mert is egyébe voltunk, akkor az addig ismert katonai legnagyobb tragédia idejében. Kelemen Károly százados a polgári légiforgalomtól került az ejtőhonvédejtőernyős zászlóai, ekkor még zászlóai kötelékébe. Parancsnoki megbízással jött, feladata az ejtőernyős alakulaton belül függetlenített szállító századnak a szervezése. Rendkívül energikus, nagyon jó bajtárs volt, igazi magyar katonatiszt. A szervezés során ő olyan munkatársakat, illetve bajtársakat válogatott a pilóta keretbe, akiket ő ismert már, akiknek a kiváló képességeiről meg volt győződve. Így került partnerként mellé Bene László főhadnagy, akit nem lehetett nem szeretni, a kedves modora miatt, aki Kelemen Károlynak méltó társa volt abba, hogy az egyéb gépeket repült, pilótákat, akiket Kelemen százados válogatott ki, átképezzék, akkor még egyetlen Savoia E-75-ös típusú szállítógépre, melyet a polgári légiforgalomtól kapott az ejtőernyős alakulat. Karakter volt Kelemen Károly, volt véleménye, és ezt a véleményét meg tudta védelni a felsőbb parancsnokságok felé is. Így állította össze azt a kiváló pilótagárdát, amelyik 1945-ig az alakulat méltó partnere volt. 1939-ben alakult az ejtőernyős század, illetve kísérleti keret, amelynek parancsnoka Bertalan őrnagy volt. Szombathelyi reptéren kaptak helyet, majd a hely kicsisége folytán Pápai Huszár lakanyába fogadtak be bennünket.
Kelemen Károly 1940. májusába került, tehát a szállítószázad megalapításakor pápára. Nagy energiával állt neki a Savoya gépek ismertetéséhez, melyben az oda vezényelt pilóták, bajtársak más gépeket repültek, így a Savoyákhoz át kellett őket képezni. Ehhez méltó társa volt Bene László főhadnagy, akkor főhadnagy. A tragédiához vezető út elég göröngyös volt. A polgári forgalomtól átvett gépek egyajtósak voltak. Ezeket Csepelen átalakították kétajtóvá, ajtósá, és a hajótestbe beépítettek egy szekrényt, amely 4 darab 100 kg-os dobóhengert tudott magába foglalni, amiben az alakulat nehéz fegyverei kerültek elhelyezésre. 1941. április 9-én a Magyar Rádióban elhangzott egy felhívás. Gólya néni várja a fiait. A Gólya néni Vitéz Bertalan Árpád volt, a parancsnok, a magyar katonai ejtőernyőzés megalapítója. A fiai pedig mi voltunk. Az első század legénysége, aki a reptér használhatatlansága folytán kényszerszabadságon voltunk, de mondhatnám úgy, hogy bucsolátogatáson. Tudnélék, ekkor már mindenki előtt tiszta volt, mindenki előtt tudott volt a délvidéki bevetés. Az alakulat április 10-én a 4 órai parancshirdetéskor hivatalosan vett tudomást a desant bevetéséről. Április 11-e a fölszereléssel volt kitöltve, részletekkel nem akarok bocsátkozni, de a későbbieknél szerepe van annak a 20 darab vécseiféle kézigranátnak, amely minden ejtőernyős két kenyérzsákjába volt. A reptér, mint mondtam, használhatatlan volt, így dilemába került a felszállás. Hol, hogyan szállunk fel? Végső soron olyan döntés született, hogy a legénység gépkocsikon át lesz szállítva veszprémi jutasi reptérre, a gépek pedig kevés üzemanyaggal, csak szükségüzemanyaggal repülnek át, és majd ott lesznek felkészítve az útra. Ez meg is történt. Már a 12-én 11 órakor a jutasi reptéren volt az alakulat gépekkel együtt. A bevetési parancs 17 órára szólt, 16 óra 45-kor indultak a gépek. Az egyes gépnek a pilótája volt Kelemen Károly, jellemző Bene főhadnagyra, tört kézzel, begipszelt kézzel, gépet nem kaphatott, így a fő navigációs tevékenységet vállalta. Kelemen Károly mellett foglalt helyet, én, mint összekötő hírvivő, a nyitott ajtón keresztül közvetlen mellettük voltam. Velem szemben egyik ugratótiszt maga Bertalan őrnagy volt, a másik oldalon Majtényi Imre százados, az első század parancsnoka. A gép megindult, mozgásban volt a másik három gép is, ugyanis 4 géppel tudtunk menni, az 5. javításon volt még a parancsnoki gép emelkedett. Én, aki akkor már évek óta repültem, lassúnak tűnt a start.
de ezt ott nagy terhelésnek minősítettem, mert hiszen a gyakorló ugrásoknál az ejtőernyőkön kívül legfeljebb géppisztoly volt nálunk. A gép elhagyta a földet, közvetlenül a hét lábánál voltunk, és váratlanul nagyon éles szögben megemelkedett a gép eleje, aminek folytán a legénység, amely két oldalon padokon ült, a gép farába csúszott. Ez egy olyan nagy lendületet adott a gépnek, mely folytán átfordult a gép jobb szárnyával és a jobb motorral ütközött a földön. Bertalanul nagy ordított már, amikor estünk, de másodpercekkel lettek csak hozzá, mert hiszen a magasság becslés szerint 60-tól 100-ig, ezt a két ősi hallott tudná megmondani, mennyi volt valójában, tehát másodperceken belül ütöttünk. Tekintve, hogy a gép az orrára és a jobb szárnyára esett, a hátra csúszott bajtársak ekkor előre vágódtak. Abba a pillanatban a 2600 liter benzin, ami a tankokba fel volt töltve, mint egy láng csóva bevágott a kajutajtón, elástatva a földön fetrengő bajtársakat, taglófekvő bajtársaimat, és abba a pillanatba égett nem csak a gép belül, hanem a kifolyt óriási benzin mennyiség szinte 50-60 méteres körzetbe. Azt elmondani, amit ott végigéltem, nem lehet. Másodpercekig álltam tehetetlenül, igyekeztem az arcomat védeni. Olyan szerencsém volt, a kajut oldala védett, tehát nem ázott el a ruhám, overálom. Így akkor, ami csak lágyékig égett le rólam a ruha, amikor leégett a gépnek az oldala, és az életösztön folytán abban rettentes lángtengerbe kiugrottam. A bajtársak ott álltak körül, a gépek leálltak, ugye? De közel jönni, segíteni senki nem tudott. A végén kiabálták, vágd el a deréksíjadat, mert a kenyérzsákaimat a deréksíj tartotta. Így a kézigranátoktól megszabadultam, de megszabadultak az élettől azok a bajtársaim is, akiket bent hagytam, mert a 240 darab vécsei granát és a 2600 liter benzin megtette a munkáját. A Veszprémi kórházba kerültünk, itt még további két bajtársunk, Sándor Németh László őrvezetők ott haltak meg. Így ennek a rettenetes tragédiának 22 áldozata lett, akikből 17 ejtőernyőst, két repülőt, lövéseket és egy navigációs a veszprémi temetőbe. Közös sírbe temették Vitéz Bertalan Árpádot, Kelemen Károly századost és Benefőhagynagyot pedig felhozták Budapestre, és a kormányzó úr jelenlétébe helyezték örök nyugalomra. Kedves emlékezők, 1100 éves honfoglalást ünnepelünk. Ez a két bajtárs, aki önként jelentkezett, épp úgy, mint a többi ősi halált hajt ejtőernyős, ennek a honfoglaló sok millió életet áldozó magyarnak a sorába sorolandó. Nem hódítani mentünk, indultunk, amit őseink 1100 évvel ezelőtt megszereztek a magyar nép otthonául, abból kívántunk egy darabot visszaszerezni,
melyet egy ócska, gerinctelen, minősíthetetlen szerződés folytán elvettek tőlünk. Így, amikor elhelyezzük a koszorunkat a két rettenetes halált hajt bajtársam sírján, ezt úgy vegyük, mintha a honfoglalás során életét vesztett sok-sok millió magyar sorstársa, vértanútársa lenne. Köszönöm szépen. Koszorút helyezel Székely Sándor és Bakó István túlélők. A is élő magyar ejtőernyősök nevében koszorút helyezel Kassai Kálmán. Megkérem kedves megemlékezőinket, hogy virágaikat, illetve koszorúikat helyezzék el sírra. Felkérem Fülöp Tibor barátunkat, hogy tartsa meg megemlékezését dr. Németi István főorvos úr sírjánál. Tisztelt főorvos úr, drága Pista bácsi, mindannyiunk nagyra becsült barátja. Jól tudjuk, hogy az élet része a halál, mégis képtelenek vagyunk felfogni az elmúlást. 10 év telt el azóta, hogy nem lehetsz közöttünk, ma sem hiszük, hogy végleg eltávoztál. Orvoshoz csak akkor megy az ember, ha muszáj, hozzád akkor is mentünk, ha felmerült a gyanú, meg ha nem is volt semmi problémám. Hozzád mindig bizalommal fordulhatott minden ejtenyős és minden beteg. Soha nem gazdagodtál meg, nem a pénzt tekintetted elsődlegesnek, mindig az ember, a beteg, a segíteni akarás vezérelt. Saját szememmel láttam, amikor kijöttél a műtőből, az idős betegasszony fia, aki tűkön ülve várakozott a folyosón, aggódó kérdéseket tett fel neked, miközben, ahogy ilyenkor illik, diszkréten a zsebedbe csúsztatta a borítékot, te rezzenéstelen arccal, hiszen volt ebben gyakorlatod, ugyanolyan diszkréten visszaadtad a borítékot. Németi doktor pályafutását repülő szakorvosként kezdte, nevét mégis az ejtenyőugrással összefüggő tudományos vizsgálatokkal tette ismerté. Több évtizedes gyakorlati észrevételeit, sportolós kollégáival közösen vagy önállóan írt tanulmányait, tudományos, illetve szakmai folyóiratokban rendszeresen közreadta, mindig tanult, hogy taníthasson, mindig tanult, hogy gyógyíthasson. 3 szakterületen szerzett képesítést, sebész, ortopéd és repülő szakorvos volt egy személyben. Hazánkban elsőként alkalmazott ejtenyősugrás végzőn telemetrikus vizsgálatokat, azt kívánta megfigyelni, hogy a légijármű elhagyásakor, az ejtenyő kinyílásakor,
a földetérés pillanatában és a földi edzések alkalmával milyen tényleges terhelések érik a sportoló szervezetét. Ezekben a vizsgálatokban szigorló orvosokat is bevont, tette ezt olyan céllal, hogy kedvet ébreszen a repülő szakorvosi hivatás izgalmas és felelősség teljes feladataihoz. Németi doktor sohasem hajtott végre ejternyőugrást, mégis az ejternyősök nagy családjába tartozott, nehéz lenne összeszámolni hány sportoló, főként ejternyős egészségi állapotát vigyázta, felügyelte. Megelőzve a bajnak forrását, gyógykezelt makacsabbnál makacsabb sérüléseket nagy türelemmel, orvosi hitvallással, és csak a legvéskélyű esetben elkerülhetetlen gyógymódként alkalmazott sebési beavatkozást, ahogy ő mondta, fel kell tárni. Nyugállományba vonulásáig az Országos Testnevelési és Sportegészségügyi Intézet, az OCSI, közismert nevén a Sportkórház fizikoterápiás osztályvezető főorvosaként dolgozott. A gyógyítás az élethivatása volt, nyugdíjasként is praktizált, halála előtt 2 évvel az egészsége megromlott, érszűkület következtében az egyik lábát amputálni kellett, nagyon aggódtunk érte, ő kiheverte. Rövid időre visszatért a régi munkahelyére dolgozni. 2 évtizedig volt az ejternyős válogatott keret vezető főorvosa és minden ejternyős orvosa, a keretedzőjével mindenkor szoros kapcsolatot tartott, értékelték a sportolók egyéni adottságait, ezek fejlesztésének a lehetőségét. Az ejternyős sportolókkal, barátaival az élete utolsó percéig megőrizte kapcsolatát. Aki ismerte Pista bácsi szerénységét, emberi nagyságát, az jól tudja, hogy a sorokat olvasva éppen ő tiltakozna a legjobban ellenük. A tiltakozás ellenére kimondom, nagy tudós volt, orvosi hitvallását csak az embersége, az emberekkel szemben tanúsított magatartása előzte meg. 30 éves ismeretségünk, igaz barátságunk látszeme az ejternyő volt, csupa nagybetűvel, mert ő is így tisztelte. Az ő esetében a bácsi sohasem a kort, mindig a tekintélyt jelentette, németi doktor barátom emlékére tisztelettel, őszinte részvétel, drága Pista bátyám, nyugodjál békében! A magyar ejtőernyősök nevében Szeder Ferenc ejtőernyős oktató helyez el koszorútat németi főorvos úr sírjánál. A magyar ejtőernyős válogatott keret nevében Horváth Pál ejtőernyős oktató helyez el koszorút németi főorvos úr sírjának. Fülöp Tibor és felesége helyez el koszorút Németi István főorvos úr sírjánál. Kérem a megjelenteket, hogy virágaikat és koszorúikat helyezzék el Németi főorvos úr sírjánál. Lajos, a kocsi van, aki ki akar jönni. Jó, de aki ki akar jönni, azért mondta meg az utatosokat. Igen. Vitoxi Palinán is van hely, akkor a menjünk oda. Jó. Megvan, ott van a magyar dolgozás.
a Miki bácsi nem beszélünk, akkor a Miki bácsi köszönjük. Egy közös bajtársam. Vitéz Fügyi Zoltán urnája előtt állunk. Már oda, hogy egy picit csendben maradjon. Mind benne lesz az egész. Akit közülünk, akik itt megjelentünk, nem sokan ismerték. Egy igaz katona volt, igaz magyar ember. Egy pár szóban elmondanám az élettörténetét. Tizenhárom gyermekes szerző család egyetlen fiú gyermekeként 1896. február 8-án Huston született Fügyi Zoltán. Mérnöki pályára készült, de szülei csak a tanító képző tandíját tudták előteremteni. Katedrához így sem jutott, mert már dúlt az első világháború. Fügyi Zoltán fiatalon a 12. gyalog ezredhez vonult be, ahonnan Miskolcra vezényelték hadaprót tiszti iskolára. Ennek elvégzése után 1915. február 4-én az olasz, majd az orosz frontra került szakaszparancsnoki, majd századparancsnoki beosztásba. Hamarosan kitűnt bátorságával és vitézségével zászlóssá léptették elő, megkapta az arany vitézségi érmet. Július 1-ével hadnagy lett, és tiszti állományba vették. Ötször sebesült, kétszer nagyon súlyosan. A háborút főhadnagyként fejezte be, és minden lehetséges katonai kitüntetésnek tulajdonosa lett. 1920-ban alapított vitézi rendnek az elsők között avatták tagjává. 1924-ben léptették elő századossá, Debrecenben, majd a HM-ben szolgált. 28. augusztus 1-től betegsége miatt szolgálaton kívüli állományba került, nyugdíjazták, és a békésen kapott vitézi telként próbált gazdálkodni. Mint a gazdaságról álmodott, de a gazdasági világválság beleszólt terveibe. 1930. augusztus 1-től ismét katona lett, a 10. gyalogezred századparancsnoka, eközben elvégezte a vezérkari törzs tiszti tanfolyamot, sikeres vizsgát tett, és a szolnoki dandárhoz került, majd a szegedi 5. hadtesthez vezérkari tiszti beosztásba. Fügyi Zoltán nem végzett Ludovika Akadémiát, belőle a háború csinált katonatisztet, így került a Honvéd vezérkarhoz. 1940-ben, amikor Észak-Erdélyt visszacsatolták, a kolozsvári 9. hadtest vezérkaránál szolgált. Itt értesült Vitéz Bertalan Árpád őrnagy és ejtőernyőseinek katasztrófájáról. A HM pályázatot írt ki a parancsnoki beosztás elnyerésére, Fügyi Zoltán megpályázta és elnyerte e beosztást. 1941-től, augusztus 1-től zászlóalj, majd ezred parancsnok lett. Eközben a zászlóalj tiszti állományát és tiszthelyetteseit tapasztalatszerzés céljából a frontra vezényelték, 3 hónapos váltásokkal. Fügyi Zoltán megismerkedett az ejtőernyővel, 42 évesen ugrott, és a kiképzésben követte elődje megkezdett munkáját. 1944 tavaszán az ejtőernyős zászlajat mozgósították, és a frontra vezényelték. Az első hadtest alárendeltségébe került, így gyalogsági
harcfeladatokat látott el, mindig oda kellett menni, ahol baj volt. Szügyi Zoltánt 1944. október 12-én berendelték a hadtest parancsnokságra, kéri ezredest, majd vezérezredest, mindenki ismerte, közölte vele, hogy alakulatát vonja ki az arcvonalból, vagonírozzon be, és irányítsa Budapestre. Ő maga menjen előre, és jelentkezzen a Honvédelmi Minisztérium vezérkari főnökségén. Itt kapta meg a hadosztály parancsnoki kinevezést. Nem térek ki arra, hogy az alakulat milyen körülmények között érkezett meg Budapestre. A Szent László hadosztály gerincét az ejtőernyős ezred adta. A túlerővel szemben mindenütt megállt a helyét, Nagyvárad, Tiszafüred, Soroksár, Fót, Veresegyház, majd Lettkés, Kicsin, Garamkövesd és két hely térségében. És a végén a Balaton északi oldalán Veszprémtől az ország határig. Vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy 1945. május 10-én az orosz gyűrűt áttörve az angol csapatoknak tette le a fegyvert. A 46. angol hadosztály parancsnokával Szügyi jó barátságba került. Amikor az angol vezérőrnagy megtudta, hogy az oroszok Szügyi Zoltán kiadatását kérik, figyelmeztette őt, hogy menjen el lánya után, aki már Ausztráliában volt. Szügyi azt kérdezte, és mi lesz a katonáimmal? Nem fogadta el az ajánlatot, vállalta a felelősséget. 1946. március 15-én Szügyi Zoltán háborús bűnösként adták át a magyar szerveknek. Az oroszok Szügyit nem ítélték el, átadták az ávónak, akik megkínozták, megalázták, a népbírósági tárgyalás alatt Levente gyilkosnak és minden másnak elmondták. De a sok beosztottai közül, akiket tanúként hallgattak meg, senki nem vallott ellene. A népbíróság 10 évi börtönre ítélte Szügyi Zoltán. A népbíróságok országos tanácsa az ítéletet megsemmisítette, és életfogytig tartó fegyház büntetésre ítélte. Szügyi Zoltán 1956. októberében kiszabadult a szabadságharc leverése után, önként jelentkezett, a büntetése letöltése véget. Ügyét ekkor felülvizsgálták, és szabadon engedték. Mint börtönviselt ember, csak fizikai munkát vállalhatos. Nyugdíja nem volt, dolgoznia kellett. Régi katonáitól néha segítséget kapott, aminek nagyon örült. Élete utolsó éveiben már irattárban dolgozhatott, de már nagyon betegen. Szügyi Zoltán 1967. november 23-án halt meg, urnájára csak ennyit lehetett írni, Szügyi Zoltán. Feleségével közös urnában vannak elhelyezve, és a Magyar Köztársaság legfelsőbb bíróságot Szügyi Zoltán rehabilitálása után helyt adott az urnatábla kicserélésére, és hogy méltó emléket állítsunk az utókor számára Vitéz Szügyi Zoltán ejtőernyős vezérőrnagy múltjáról. Ezt a táblát mi készítettük, remélem és gondolom, hogy most már végérvényesen 2014-ig megvan váltva az urna, nem lesz semmi problémánk. Köszönöm. A magyar ejtőernyősök nevében, Szügyi Zoltán ejtőernyős vezérőrnagy nevében koszorút helyez el Magyar Miklós barátunk. Thank you.
Matáv repülőklub nevében Bolla Mária, Berke Aladár helyeznek el köszönjük. Ne, a drótra akad rá, mert megkérem a kedves megjelenteket, hogy helyezzék el virágaikat, illetve koszorúikat az urnán. A porókát, aki fölteheti, az könnyen. Húzható? Köszönöm szépen!